Hát, sziasztok! Na, bele is vágok, mert viszonylag hosszú puskát írtam. Szóval beszélni fogok a mobilomról, aztán, hogy törölték két videómat, aztán, hogy mit tapasztaltam, vagy mit tudok ajánlani, hogyha reikizés, vagy más, tehát reiki, vagy anamé gyakorlatok, vagy bármi más ilyen lélektisztító gyakorlat, vagy energia, vagy bármi közben ugye a negatív feljövő, kitisztuló érzelmeket, energiákat, emlékeket nem szeretnéd megszenvedni. Erre mi a megoldás, vagy én mit tapasztaltam, hogy nekem mi volt a megoldás. Aztán negyedik téma lesz, hogy a rész energiák játszás, csak játszásra valók. Ötödik téma lesz elvileg, hogy volt egy érdekes tapasztalatom, hogy egy utat megtisztítottam, egy fizikai utat, lerugdostam róla a kavicsokat, mert ilyen aszfalt út volt, amin szoktak futni, stb. És gondoltam, hát és nekik is jó, nekem is jó, és másnap 10-szer annyi kavics volt ott, és hogy ez lesz a ötödik téma, ha jól számolom, elvileg, legalábbis ez a terv, és a hatodik téma lesz elvileg az, hogy végül is visszatértem oda, ahonnan indultam, vagy valószínűleg egy japán mondás jobban megfogalmazza, hogy valószínűleg japán, hogy ahol kezdődött, ott végződik majd minden. És ezt igazából tapasztalom kisebben is, meg nagyobban is. Meg abszolút értelemben is, bár ahhoz vissza kéne emlékeznem korábbi inkarnációimra is, meg úgy mindenre. Én egyébként örülök, hogy nem emlékszem vissza. Volt olyan időszak ebben az inkarnációmban, amikor hát most nem tudom, hogy emlékek, vagy mi, de láttam olyan dolgokat, amik, hát amiket ugye a pszichológia hallucinációnak nevez, és hát nem volt kellemes. Úgyhogy én személy szerint nem szeretnék visszaemlékezni korábbi inkarnációimra. Ugye vannak erre tanfolyamok, hogy hogyan tudsz visszaemlékezni állítólag. Nekem ez is túl sok, ami most van, és akkor vagyok boldog, amikor még erre sem emlékszem. Tehát, hogy amikor a jelenben vagy a valóságban élek, hogy így mondjam. Na, de akkor térjünk vissza a listához. Szóval, hát újra ilyen nyomógombos mobilom van. Ebben az inkarnációmban egyszer volt most nemrég érintő képernyős mobilom, és lehet, hogy utoljára is. Nem csak először, hanem utoljára, ugyanis nem szerettem, hogy érintgetni kell. Meg hát én is sokkal többet nyomkodtam, mint ezt a mobilt, és hát remélem ezt nem kell kifejtenem, hogy úgymond élni kell, tehát hogy mondjam ezt, hogy ne ítélkezzek. Bízom benne, hogy azért egyre többen észreveszik saját magukon, hogy túl sok időt töltenek a számítógép előtt, meg a mobiljuk nyomkodásával, és keveset élnek. És ezt a
Halálos ágyukon majd bánni fogják, mert nem azért inkarnálódtak, hogy mobilt nyomkodjanak, meg számítógép billentyűzetet. Jó, erről a témáról nem is tudom mondjak-e még. Ja, még annyit, hogy ezek a elektronikai cikkek, meg drágább autó, meg stb. Meg egy csomó minden kacat, amit megvettünk, vagy megveszünk. Megvettünk, mondjuk inkább múlt időben. Ugye a jelen az ez a pillanat. Szóval, hogy talán hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ezek megkönnyítik az életet. És nem feltétlenül vesszük észre, hogy mennyi mindent elvesznek igazából. Ugye mindennek van egy ára, és vannak árai és hasznai, vagy van egy ára és egy haszna. És például láttam olyat, hogy egy szabad téren, padon, vagy hát ilyen asztalnál, padnál ült egy család, anyuka, apuka és a kisgyerek, kisfiú, hát olyan, mit tudom én, 10 év körüli, 8 év körüli. És a anyuka és apuka nyomkodta a mobilját, szó nélkül, így ültek egymás mellett, és mellettük a kisgyerek az így nézett, és így nem csinált semmit. Anyuka még cigizett is a mobil nyomkodás mellett, és nem ítélkezni kell ilyenkor gyerekek, hanem mindenki tükör. Szóval vegyük észre, hogy miben tükör számunkra a másik ember. Jó. Tehát, hogy nagyon érdemes szerintem meggondolkodni azon, hogy valóban meg fogják könnyíteni az életünket az a mobil, vagy autó, vagy akármi, amit venni készülünk. Mert minél több cuccunk van, annál több gond. Ugye egy autót el kell vinni szervizbe, szerelőhöz mondjuk magyarul. Stb. Szóval lehet, hogy végső soron több dolgot adunk annak az autónak, mint amennyit kapunk tőle. És hát ennél a mobilnál is ezt tapasztaltam, tehát a másik mobilomnál, amit már eladtam, az érintőképernyőset, hogy nagyon be tud csapódni az ember, hogy fú, igen, alkalmazások vannak rajta, és azok megkönnyítik az életet. Nem. Jó. Aki érti, az érti. A gyerekek, szóval minden annyira egyszerű. Tehát, hogy mindenki tudja, hogy például nagyjából hogy kéne egészségesen táplálkozni, ugye? Hogy sok friss és nyers zöldség, gyümölcs, stb. Mindenki tudja azt, hogy a természet az a természetes. És ami a természetben van, az a természetes. Mindenki tudja azt, remélem, az én gyerekkoromban, ennek az inkarnációmnak a gyermekkorában még mindenki tudta, orvosok is mondták, meg úgy mindenhol lehetett hallani, hogy mozogjál, mert az egészséges. Szóval ilyen alap dolgok, és akkor elmegy az ember orvoshoz, akárhány évesen, most, és akkor egyből felírnak neki egy gyógyszert. Ahelyett, hogy azt mondanák, hogy aha, szóval fáj a veséje, meg mit tudom én, meg a lába, meg a feje, meg a nehezen veszi a levegőt, vagy stb. Bármi probléma, és akkor így meghallgatná az orvos, és akkor mondaná, hogy jó, értem, mennyit szokott mozogni, hogyan táplálkozik, mennyit alszik, mennyit jár a természetben, mennyit van a négy fal között, mennyit van beton dzsungelben, gyárban, meg lakótelepen,
panel lakótelepen, stb. És akkor dohányzik-e, iszik-e alkoholt, kávézik-e, mennyit kávézik, mennyi gyógyszert szed, stb. És akkor elsorolná ugye ezeket az emberke, hogy hát igen, ezt is, azt is, ja, igen, akkor azt mondaná az orvos, hogy könyörgöm, akkor minek jön ide hozzám? Hát tudja, hogy ezek káros dolgok. És csodálkozik, hogy ő megbetegszik. Hát menjen innen ez csodába. Ezt kéne csinálni. Na, hát de nem, szóval, hogy annyira egyszerűek és egyértelműek a dolgok, és akkor mennek az emberek a templomba, hogy segítsen az Isten. Hát ők maguk ártanak maguknak állandóan nap, mint nap. Eszi a chipset, meg cívja a cigit, meg stb. Hallgatja a rádióban a rémhíradót, meg a tévében a szintén, meg a szappanoperet, meg stb. Mérgezi a testét és a lelkét, és akkor csodálkozik, hogy rossz az élete, és kérdezi az Istent, hogy miért versz engem, Istenem? Hát saját magadat vered, könyörgöm. Jó, erről ennyit. Első téma kipipálva. Második téma, hogy törölték két videómat. Hát ugye 2011. decemberre óta készítek videókat, azt hiszem. Vagy lehet, hogy még előtte is volt egy, amit most majdnem kimondtam, hogy melyik weboldalra töltöttem fel. Ugyanis most már nem szabad semmit sem mondani. Nem szabad weboldalaknak a nevét mondani. Jaj! Az új általános szerződési feltételek szerint. Úgyhogy az egyik weboldal azért törölte a videómat, mert valószínűleg, tehát így nem írták le konkrétan és egyértelműen, de én úgy vettem ki abból, amit írtak. Meg se lehet velük beszélni. Tehát nem lehet megbeszélni, hogy most mi volt a probléma, mit tudom én, akkor semmit, csak közlik, hogy törölték, és hogy mit tudom én az általános szerződési feltételeknek melyik témakorét sértetted, vagy valami ilyesmi. Az egyik weboldal azért törölte magáról, mert a másik weboldalnak mondtam a nevét, a másik weboldal meg azért törölte egy másik videómat, mert egy harmadik weboldalnak mondtam a nevét, szóval jó van, mindegy, nincsenek véletlenek, csak annyit fűznék ehhez hozzá, hogy kétféle hozzáállás van ezen a bolygón. Vallások tekintetében is, politikailag is, emberileg is, stb. Az egyik hozzáállás az, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Mindenki konkurencia, minden cég, meg minden ember, és itt küzdeni kell, és könyökölni, és mindenkit le kell győzni, és versengeni, és a másik hozzáállás az az, hogy igazából fogjunk össze, azt nézzük, hogy mi az, ami közös bennünk, mi az, ami közös a vallásainkban, a céljainkban. Például mindenki vágyik szeretetre és boldogságra. És hogy segítsük egymást, és hogy például állítólag Japánban van ilyen, hogy bemész egy pékségbe délután 4-kor, és akarsz venni kenyeret, és akkor azt mondják, hogy a szemben lévő pékségben frissebb a kenyér. És hogyha gondolod, akkor átmehetsz oda, és ott vehetsz. És ez számunkra furcsa, ez a
hozzáállás, ez a mentalitás. Szóval ennyit arról, hogy igazából itt most a weboldalak bekéményítettek, és hogy már semmit se szabad mondani, mert mindenkit konkurenciának tekintenek. Hát lényegében az is, de például én is rengeteg mindent ajánlottam nektek, rengeteg más embert, más videófeltöltőket, stb. Stb. Amikről én nekem pozitív tapasztalatom volt nyilvánvalóan. Hát azokat ajánlottam. Mindenféle érdek nélkül, tehát hogy én ezen nem kaptam soha semmit, de ezt már többször mondtam. Szóval nem akarok rosszat mondani semmelyik weboldalra sem, és nem akarok rémhírt gyártani, vagy nem tudom, hogy mondjam, ilyen, hogy mondják ezt, hogy ilyen vészmadár lenni, vagy nem tudom. De az a helyzet, hogy már a pénzügyi világban is látható az, a cégek világában, hogy azok a cégek, amik ilyen kirekesztőek, és mindenkit ellenségnek tekintenek, minden más céget, azok érdekes módon lefelé mennek. Tehát hanyatlanak. És az a nagyon érdekes, hogy ez már így az anyagi, tehát a pénzben, meg az ilyen iparban is már megjelenik. Ami igazából egy, hogy mondjam, szerintem csak józan ész kell hozzá, nem? Tehát, hogyha összefogunk emberek, akkor többet fogunk elérni, akkor mindenkinek jó lesz. Ha pedig mindenki küzd és üt, vág mindenki mást, akkor mindenki meg lesz verve, és mindenkinek rossz lesz. Tehát, hogy nem kell hozzá sok logika, nem? Tehát, hogy ez is annyira egyszerű. És Magyarországon a 80-as években, amikor ez a test kisgyerek volt, 80-as évek elején született, ugye akkor még szocializmus volt, és valahogy még mindig az él az emberekben, hogy az milyen rossz volt. Hát szerintem nem volt rosszabb, mint ez. Jó, nyilván én nem tapasztaltam belőle sokat, csak az, hogy orosz katonák járkáltak az utcán, meg mindenhol, akiktől féltem egyébként, de semmi okom nem volt rá, nem lett volna rá. Más lett a világ, de szerintem egyáltalán nem jobb. A filmek normálisabbak voltak. Most alig lehet találni olyan filmet, amit most gyártanak, és nincsen benne valami beteg, lelkileg beteg dolog. Meg nem gyilkolásznak benne agyba fölbe. És a többi. És valahogy én úgy emlékszem, hogy jobban benne volt a légkörbe régen az, hogy összefogás, hogy és most újra éled ez föl. Azt látom igazából, hogy ami már lehet, hogy közhelynek számít, hogy nagyon két részre válik az emberiség, de brutálisan. Az egyik az, nem akarok rosszat mondani senkire, de hát gondolhatjátok, tehát az ilyen mobilnyomkodók, cigi, alkohol, drogok, küzdelem, stb. Stb. A másik pedig, akinek már nagyon elege van ezekből a dolgokból, nagyon elkezd egészségesen élni, tehát nagyon jól látni azt, hogy nagyon gyorsan, nagyon sokan futnak Magyarországon, és egyre többen, mondjuk még mindig nem annyian, mint mondjuk Svédországban, meg ilyesmi országokban.
De egyre többen sportolnak, bármiféle sportot Magyarországon. Hihetetlenül gyorsan nő a spirituálisok száma. Egy indiai spirituális tanító mondta azt, hogy Magyarországon a legtöbb a spirituális ember, arányosan nézve, még Indiánál is több. Tehát arányosan nézve, itt mondjuk 1 millió emberből több a spirituális, mint Indiában. Ami azért elég durva, főleg egy indiai ember szájából, egy indiai spirituális tanító szájából. Szóval úgy látszik, hogy Magyarország, most nem kell velem egyetérteni, én nagyon azt látom, hogy felfelé megy összességében, mindenféle értelemben. Nyilván vannak, akik ebből semmit sem érzékelnek, mert mindenki a saját kis életét, saját kis világát érzékeli, tapasztalja. És még hozzátenném, hogy ez mondjuk 80%-ban, vagy több mint 80%-ban még nem is a külső életétől függ, hanem a belsőtől. Tehát hiába él valaki egy palotában, vagy szeretetben, szeretet veszi körül, vagy stb., akkor is szenvedhet, és lehet boldogtalan, mert belül mondjuk negatív gondolatai vannak, meg negatív érzelmei, harag, bánat, félelem, és fordítva is élhet valaki nyomorban, számtalan példa van rá. Nyomorban, vagy pedig úgy, hogy nincsen keze, nincsen lába, erre is van példa. Nik Vujicic, Nick Vujicic, és egy boldog ember, és sikeres, és szép felesége van, gyereke van, stb. És eszméletlen sok mindent megcsinál, úgy, hogy nincsen keze, nincsen lába. Szóval. És hát ugye többször kérdezték őt, hogy szerinte boldogabb lenne-e, hogyha lenne keze meg lába, és azt válaszolta, hogy ő nem úgy látja, hogy akinek van, azok mind boldogok lennének. Szóval nem ettől függ, nem a külső dolgoktól, hanem én úgy érzem, hogy több mint 80%-ban a belsőtől függ az, hogy milyen az élete az embernek, milyen az életünk. Tehát, hogy milyen gondolatok és érzelmek vannak a lelkünkben, és mennyire nyitott a tudatunk, stb. Jó, tehát ennyit arról, hogy törölték a videóimat, meg ez a összefogás, meg kirekesztés téma. Hát biztos így a jó, hogy így kellett lennie, mit tudom én. Jó, ennyit a második témáról. Még annyi, hogy lehet, hogy valakinek szöget ütött a fejében, hogy Jézusom, milyen durva ez a kifejezés. Szóval, hogy a 80-as évek elején volt kisgyerek, vagy a 80-as évek elején született ez a test. Nem igazán akarják, szokták, na, hogy mondják. Nem nagyon szokták elhinni, hogy hány éves vagyok. Ugye 36. Hát ez van. Igazából vannak más emberek is, akik sokkal fiatalabbnak néznek ki a koruknál. Több ilyennel találkoztam. Hogy mi az örök fiatalság kulcsa,
Most nem mennék bele abba, hogy más dolgok, hogy nyilvánvaló, hogy sokat aludjál, éjjel egészségesen, mozogjál, egészségesen táplálkozzál, stb. De van egy dolog, ez pedig a fénymeditáció, ami a tapasztalatom szerint úgymond megállítja az időt, sőt visszafiatalít. Úgyhogy emiatt is tudom ajánlani, hogyha megnézed azokat az embereket, akik úgymond felébredtek, megvilágosodottak, van egyfajta fiatalság, egy olyan csillogás, olyan kisugárzás, olyan gyermeki kisugárzásuk, vagy nem tudom, hogy mondjam, meg egy kicsit ilyen kortalanság. Akkor is, hogyha 80 éves a testük, vagy akármennyi. De vannak fiatalok is, akik fiatal testű felébredtek is, megvilágosodottak. Hát ugye igazából nincs idő. És a testnek az öregedése sem természetes dolog, de most ebben nem menjünk bele, mert ez egy másik téma. Jó, harmadik téma, hogy reiki, vagy anamé gyakorlatok, vagy más lélektisztító gyakorlat, vagy akármi közben, ugye feljönnek negatív érzések, érzelmek, emlékek, stb. Ami hát elég kellemetlen tud jönni, lenni, és hogyan lehet ezt kiküszöbölni. Nekem az a tapasztalatom, nem tudom, hogy másnál is működik-e, gondolom, hogy igen, hogy rejkizés közben fénymeditálok, vagy fénymeditálás közben rejkizek, szóval nem csak rejkizek, hanem általában együtt szoktam ezeket csinálni. A videóim között megtalálod azt a videót, hogy első futóversenyem, és ott konkrétan a futóverseny közben reikiztem, anaméztem, fénymeditáltam, ébredeztem, mantráztam, egyszerre ezt mind. Reikizni természetesen futás közben nem tudtam, de bár még az is kivitelezhető lett volna. De azokon a szakaszokon, amikor sétáltam, akkor reikiztem is. Szóval lehet ezeket egyszerre csinálni. Én egyszerre szoktam, de most én ezt nem tudom igazából, hogy másoknál ez hogy működik, vagy mit vált ki, vagy túl sok esetleg neki egyszerre. Én azért nem ma kezdtem ezeket a dolgokat, tehát lehet, hogyha valaki most így fejest ugrik bele, akkor lehet, hogy neki durva lesz. Mert hát ugye, hogyha gyorsan emeljük a rezgés szintünket, vagy hogy mondják, minden hirtelen változás az úgymond mellékhatásokkal jár, kellemetlen dolgokkal jár, akár sportban, akár bármiben, a hirtelen dolgok azok, hát ugye, ha megnézzük a természetet, megint legegyszerűbb, természetet megnézzük, ott minden szépen lassan, fokozatosan változik. Kivéve, amikor nem. Amikor nem, tehát amikor, mit tudom én, tavasszal jön egy jégeső, vagy egy fagy, vagy valami, akkor elég nagy károsodások történnek a természetben. És ez ugyanígy van mindenben. Hogyha valaki gyorsan akar sportsikereket elérni, gyorsan akar lefogyni, izmosodni, én is többször beleestem ebbe a hibába, gyorsan akar bármit, az meg lehet csinálni, csak azért mérlegelni kell, hogy
nehogy több legyen a kára, mint a haszna. Hosszú távon, végső soron ennek az egésznek. Jó, tehát visszatérve, hát 2011. április 20-a vagy 21-e óta fénymeditálok rendszeresen, majdnem minden nap. Fénymeditáltam azóta, ugye most van 2018. július 17, ha minden igaz. Reikit, azt hiszem, hogy 4 éve használom. Hát hébe-hóba egy picikét jógázok, vagy nem tudom, minek nevezzem, olyasmi. Nagyon jónak tartom. Úgyhogy akinek van kedve, az abszolút csinálja szerintem. Nagyon jó dolog. Harmonizálja a lelket, én úgy tapasztalom. És a tartásnak is nagyon jó, tehát a jó tartást eredményez hosszú távon. Meg úgy minden jó lesz. De hát ez igaz a reikire, anamére, fénymeditációra is, csak az egy... Végül is minden attól függ, hogy mennyit csináljuk. Mert például reikinél én 1 órát szoktam ajánlani, napi 1 órát, az ilyen arany középút szerintem. Hogyha valaki kevesebbet csinál, akkor nem lesz elég gyors a változás, vagy hát nem tudom ki milyen gyorsan akar változást az életében, párkapcsolatában, anyagi helyzetében, testi egészségében, lelki egészségében, stb. Tehát az élet a minden területén, inkarnációja minden területén. Ha pedig többet csinál napi 1 óránál, akkor pedig lehet, hogy annyira gyors lesz a változás, amit ő nehezen fog elviselni. Az ilyen őrültek, mint én például, volt, hogy napi 3 órát, sőt olyan is volt, hogy napi 5 órát reikiztem, hát az brutális volt. Tehát ott már olyan drasztikus változások, meg minden olyan dolgok történtek, hogy az még nekem is sok volt, pedig én nekem úgymond lételemem a változás, én imádom a változást, és van, aki az állandóságot szereti, én, nekem az a halálom, tehát ez... Jó. Jó, tehát... Jó. Harmadik témát is kivégeztük. Jó. Lehet, hogy nem voltam elég egyértelmű, szóval amikor csak reikizek, vagy reikiztem, csak reikiztem, akkor ugye tapasztaltam azokat a testi, meg lelki dolgokat, negatív érzeteket, érzéseket, amik éppen tisztultak ki a lélekből. Amikor pedig reikiztem és fénymeditáltam egyszerre egy időben, akkor pedig a fénymeditációt tapasztaltam természetesen, nem pedig ezeket a negatív, vagy kellemetlen, mondjuk inkább így, testi és lelki érzéseket, érzeteket. Negyedik téma, vagy következő téma, inkább így mondom. A rész energiák csak játszásra valók. Aki nézi a videóimat régóta,
már találkozott ezzel a szóhasználatommal, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy részenergiák. Nem igazán tudom, hogy mondjam el. A valóság és Matrix téma az, amikor ezekről beszélek, akkor mindig keresem a szavakat, mert nem nagyon vannak. Tehát. És lehet, hogy ez furcsa lehet azoknak, akiknek még nem volt ilyen tapasztalatuk. Tehát nem volt egy pillanatra sem, vagy nem emlékeznek rá. Úgymond megvilágosodás élményük. Mert akkor ez számukra úgymond ismeretlen. És furcsa lehet ezt hallani, hogy valaki valamiről nem tud beszélni, mert nincsenek rá szavak. Nincsenek rá már, vagy még szavaink, bár lehet, hogy egyik-másik nyelven jobban ki lehet fejezni ezeket a dolgokat. Az a válaszom ezekre, tehát ha valaki furcsája, hogy valamit nem lehet elmondani, amit tapasztaltál, hogy nincsenek rá szavak, vagy hogy nem lehet átadni szavakban. Hát nagyon nem lehet. Jó néhány dolgot nem lehet igazából átadni szavakban. Például, ha valaki még nem volt szerelmes, akkor nem, hiába magyarázza neki akárki, akárhogyan, hogy mi az, hogy szerelem. Nem fogja tudni. Ennyi. Elolvashat szerelmes verseket, vagy és a többi akkor se fogja tudni, pedig ugye a költők pont annak a művészei, hogy szavakban kifejezzék a kifejezhetetlent, hogy így mondja. Szóval a részenergiák csak játszásra valók, ha engem kérdezel. Mit nevezek részenergiáknak? Hát például mindent, amit az öt érzékszerv érzékel. És minden érzelmet, vagy emberi érzelmet, vagy hogy mondjam, hát igazából mindent, amit nem az ébrenlét állapotában tapasztalunk. Nem a megvilágosodás állapotában, hogy így mondjam, mert van, aki számára ez a szó érthető, vagy ismert. Az az érdekes, tudod, hogy aki még nem világosodott meg, vagy hogy mondjam, vagy ugye, tehát voltak pillanatokra ilyen élményei, de tegyük föl, hogy már régen, az úgy szemléli a világot, hogy a Matrixból nézi. A földi emberi életből nézi. És ezért úgy gondol a megvilágosodásra, mint egy magas dolog, amit ugye el kell érni, vagy el lehet érni, és hogy oda el kell valahogy jutni, oda egy hosszú út vezet, és az valami távoli dolog, és az valami különleges és magas szintű dolog. Aki pedig éppen a most ébren van, meg van világosodva éppen most. Ő pedig ugye bár természetesen a valóságból szemléli a Matrixot, tehát pont fordított irányban nézi a dolgokat, és onnan nézve nem,
nem úgy tűnik, hogy a megvilágosodás az valami... hát ezt most ne értsétek félre, valami különleges dolog lenne. Olyan értelemben különleges, hogy mondjuk a földi emberi élethez képest, vagy inkább úgy mondom, hogy az ember tudathoz képest, a megvilágosodás, az ébrenlét, a valóság, az olyan, mint mondjuk egy disznószarral teli hideg disznóolhoz képest egy palota. Hát, bocsánat a csúnya példáért, hát most ez jutott eszembe igazából, és az a durva, hogy ez nem túlzás, talán még finoman fejeztem ki magamat. Jó, igazából nem is tudom, mit mondjak erről, hogy szeretném én átadni, csak nem tudom átadni szavakban egyszerűen, tehát, hogy... Vagy mondjuk, hogy folyóparton megcsinálhatod azt, hogy belemarkolsz az iszabba, vagy sárba, vagy bármi ilyesmibe, és tartod a kezedben. Lehet, hogy van benne egy kis kutyakaki is, vagy valami. Undorítóság, és így ránézel, és utána felnézel a napra. Szóval... És még ezt is azt tudom mondani, ez nem túlzás, inkább finom kifejezés. Tehát ilyen különbség van a földi emberi élet, vagy játék, inkább így mondanám, és a valóság ébrenlét között. Vagy még egy példa, csak remélem ezt sem értik félre, hogy mondjuk egy szürke hétköznap és egy orgazmus között, ami különbség van. Tehát, hogy most nagyon, nem tudom, ilyen egyszerűen fogalmazva, vagy közönségesen fogalmazva, lehet, hogy hülye példa, nem tudom, de szóval... Nem tudom, mondjam el, mert nehogy félreértsék. Tehát az ébrenlét az kb. Olyan, mintha folyamatosan orgazmusod lenne. És végtelen gazdagság, és végtelen valódi szeretet, és boldogság, végtelen boldogság, és a többi, stb. Nem nagyon, ezek a szavak nem fejezik ki igazából. Olyan, mintha egy palotában lennél, ami... de minden aranyból van. De ezt is nehogy félreértsék. Szóval a részenergiák csak játszásra valók. Aki érti, az érti. Aki nem érti, az például olvas el az evangéliumokat a Bibliából. És elég sok játszása van leírva annak az inkarnációnak, vagy annak a lénynek, vagy ki hogy nevezi, Isten fia, Isten inkarnációja. Hát ugye például mivel játszott, vagy mi volt, vagy hogy értem ezt, hogy játszás, a részenergiák csak játszásra valók. Hát például járt a vizen, vizet borrá változtatta, bár ez nem pontos kifejezés, de nem tudom, hogy lehetne jobban kifejezni. Van egy videó listám, az a címe, hogy minden lehetséges. Hát ott, hogyha megnézel 10-20-30 videót, akkor kicsit, nem kicsit, hanem nagyon meg fog változni
a világról alkotott elképzelésed, ha eddig még nem változott meg. Mert látni fogod azt, hogy a földi emberiség 99, több mint 99%-a egy olyan tudatlanságban él, és olyan tévhitrendszerben él, hogy igazából szinte minden, vagy mondhatni minden, amit valóságnak, vagy minden, amit úgy gondol, hogy az tény, az nem úgy van. És minden, amit lehetetlennek tart, az nap mint nap megtörténik. Csak nem látja. Na jó, hát most ez is, amit én elmondtam, ez is valakinek semmit sem jelent, csak üres szavak. Mert nincs ilyen tapasztalata, meg nem látott ilyen videókat, vagy nem tudom, de hát igazából szerintem én arra tippelnék, hogy mindenkivel történnek úgynevezett csodák, mondjuk 10 évente egyszer, csak mivel nem tudja hova behelyezni, mert nem illik bele a világképébe, és elmondani sem meri senkinek, mert hát biztos benne, hogy őrültnek tartanák, és nem hinnék el, amit elmond, ezért igazából saját magában így nem tud mit kezdeni ezzel a dologgal, ugye. Tehát én is így voltam, most csak egy példát mondok, de hát ilyen materialista voltam még valamikor, mégpedig kőkemény materialista, tehát őrültnek, ilyen elmebeteg képzelgő idiótának tartottam minden ilyen ezoterikust, és hát akkor így sokszor elmondtam már, most nem mondom el, meg nem... Tehát annyi a lényeg, hogy feltettem egy kérdést, kutyasétáltatás kezdetekor, tehát amikor kiértünk a kutyával egy folyópartra, vagy arra a részre, kiértünk úgymond a belvárosból, hogy így mondjam. Feltettem egy kérdést, még pedig azt, hogy hogyan lehetne csökkenteni a szenvedést a Földön. És nem emlékszem rá, hogy mi történt a kutyasétáltatás alatt. Gondolom, hogy sétáltattam a kutyát. De nincs, nem emlékszem. Viszont amikor már mentem haza, és már újra bent voltunk a belvárosban, és mentünk egy adott utcán, hát megmondhatom, így Győrben a Teleki László utcának az egyik részéről van szó, nem volt se napsütés, se félhomály, tehát az ilyen normál nap volt, amikor tudjátok, az egész ég volt így fehér, tehát ilyen összefüggő felhő van, ami se sötét nincsen, se túlvilágos, se semmi, se nem. Nem süthet a szemedbe a nap, nem, semmi nem történt, nem ütötte el az autó ezt a testemet, nem érte baleset, semmi nem történt. Az egyetlen érdekes dolog az volt, hogy nem volt más ember azon az utca szakaszon, tehát nem voltak jár... Jó, hát ez nem egy forgalmas utca, tehát azért itt alapból is kevesen szoktak menni, tehát nem... Na, tehát nagyon ritkán vannak emberek, hogy így mondjam, tehát mit tudom én, 100 méterenként egy ember, na, most mondtam valamit. És hangsúlyozom még egyszer, hogy tényleg ilyen képzelgő hülyének, idiótának tartottam mindenkit, aki bármi olyasmit látott, ami nem ilyen, hogy egy asztal, meg egy, tehát amit így meg lehet fogni fizikailag. És mentem az utcán a kutyával, és egyszer csak eltűnt az egész utca, az aszfalt, a házak, minden, mint tehát ez a teljes fizikai dimenzió számomra eltűnt, megszűnt létezni. És aztán így a... Nem tudom, hogy fogalmazzam, hogy hol voltam, de semmi nem volt ott. És aztán előttem megjelent egy... Úgy mondanám, hogy szimbólumrendszer, megint nem igazán találok szavakat,
Elmondtam már többször, most nem fogom elmondani. Se előtte, se azóta sehol nem láttam ezt a szimbólumrendszert. Meg hát eleve nem is foglalkoztam szimbólumokkal, meg semmi ilyen ezoterikus dologgal. Egy gőzöm sem volt semmi ilyenről igazából. Se szimbólumokról, se fény, hát még 10 évvel később is talán, nem is tudom mikor hallottam először mástól ilyet, hogy fény, spirituális fény, meg mit tudom én. Várjál, mikor is volt ez? Kb. 25 éves korában ennek a testnek. Szóval kb. 2007-ben. Igen. Ja. És 2011-ben találkoztam Alaje videóival, az volt az első ilyen spirituális videók, vagy előadások, vagy hogy nevezzem, amikkel találkoztam. Úgy volt, hogy 2011. április 20-án, azt hiszem, voltam egy úgynevezett belső utazáson. Jó, mindegy, nem térek ki túlságosan a témára, mindegy, lényeg, hogy ugye eltűnt az utca, megjelent utána ez a szimbólumrendszer, és hát ilyen leírhatatlan élmény volt. Fehér fény sugárzott tehát három szimbólum volt. Nagyon gyorsan elmondom, tehát egy csúcsára állított rombusz volt, egy csúcsán álló rombusz, az előtt volt, tehát hozzám közelebb egy kard hegyével lefelé, és azelőtt egy szív. Nem nagyon tudok erről beszélni, az a helyzet, pedig szeretném. És a rombusz és a szív mögül, ez volt az érdekes, hogy mögül-e, pedig hát ugye a fény elvileg nem tud kanyarodni, tehát mögül-e rám sugárzott, felém vagy belém, vagy nem tudom, hogy mondjam, fény, fehér fény, de tehát ezek a szavak nem írják le azt egyáltalán, ami volt. Vagy ami van. És hát olyan szeretetet és elfogadást éreztem, olyan 100%-os szeretet és elfogadás volt ez a fény, ami ismeretlen ezen a bolygón. Tehát amikor itt szeretetről beszélnek, az sehol nincsen, gyerekek. Sehol nincsen a valódi szeretethez. És hát így időben nézve, hogyha nagyon meg akarom határozni, pár másodpercig tartott csak ez az egész. De ez a pár másodperc, ez a legboldogabb. Tehát olyan boldogságot éltem át. És mondom, ez mindezt úgy, hogy materialista voltam. Tehát most gondolhatjátok, ezek után erről senkinek nem beszéltem egy szót sem, mert hát ha nekem volt, mondta volna valaki, hát az a minimum, hogy őrültnek, elmebetegnek tartottam volna, aki ilyen dolgokat lát, meg tapasztal. De hát utána nem tudtam beilleszteni a világképemben, most kanyarodtam vissza a negyedik témához, a csodákhoz, úgymond, melyek ugye részenergiák játszásra valók. Itt a negyedik pont.
hogy nem tudtam beilleszteni a világképembe. Hát hogy tudtam volna? Hát materializmusba ezt nem lehet beilleszteni. És ezt mondom példának arra, hogy szerintem, tehát én arról tippelnék, hogy mindenki tapasztal úgynevezett csodákat. Mondjuk 10 évente egyet, és mivel nem tudja beilleszteni a világképébe, meg nem tudja elmondani, nem mondja el senkinek, stb. Előbb-utóbb ez így besöprődik nála a szőnyeg alá. Mert most mit kezdjen vele? Mi? Hát nem tudja, hogy ez most mi volt, én nekem is gőzöm se volt, hogy mi történt ez, mi volt ez, mi történt, honnan jött az egész. Gőzöm nem volt. Igazából most se tudom 100%-osra, persze sejtem, meg így ki tudom következtetni, hogy azóta, amik történtek az inkarnációmban, így visszafele következtetni, hogy ez indíthatta el ezeket a dolgokat, ezeket a változásokat, ez a tapasztalat, tapasztalás, vagy jelenség, vagy nem tudom, hogy nevezzem. Tehát elindított egy úton, adott egy választ a kérdésemre, ugye, hogy hogyan lehetne csökkenteni a szenvedést ezen a bolygón. Persze akkor még csak egy bolygóban tudtam gondolkodni, és csak a szenvedés csökkentésében. Most már tudom, vagy érzem, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy meg lehet szüntetni a szenvedést az egész Matrixban. Persze ez az elme számára ilyen túl nagy szavak, meg stb. Mert az elme mindent korlátok közé szorít, és stb. A részenergiák csak játszásra valók. Én ezt mondom, tőlem ezt hallod, de semmit nem kell elfogadnod igaznak, amit mondok, mert másoktól más dolgokat fogsz hallani. Vegyük csak például a különböző vallásokat, ugye mindegyik mást mond, bár vannak közös pontok, vagy hogy mondjam. Tehát én soha nem mondtam azt, emlékezetem szerint, hogy nekem hidd el a dolgokat, és minden úgy van, ahogy én mondom, és ez az egyetlen igazság, és mindenki más téved, tehát ez, erről szó sincsen. A videóimat úgy készítettem, hogy hát videók, ugye? Tehát aki akarja, megnézi, aki akarja, nem. Aki akarja, elhiszi, vagy elfogadja igaznak, vagy mit tudom én. Nyilván van, aki számára ezek képzelgések, vagy nem tudom, minek gondolja. És van, aki pedig szintén, van, akinek szintén voltak ilyen tapasztalatai, gondolom, ezekhez hasonlóak, mondjuk. Jó, egy szó mint száz, tehát az evangéliumokban is sok példa le van írva, hogy a Jézus nevű inkarnáció, elnézést, hogy így mondom, tudom, hogy valaki számára ez nem is tudom, istenkáromlás, vagy nem tudom, vagy tiszteletlenség, pedig hát abszolút nem annak szánom. Nevezzük akkor, jó, Jézus sok minden olyan dolgot csinált, ami ugye a Bibliába is belekerült, nem csak az eredeti teljes irat összességben van benne, hanem a Biblia nevű könyvecskébe is betették, és ez sem tiszteletlenség, mert a Biblia szó azt jelenti, hogy könyvecske. Ezt még hittanon tanultam. Réges-régen, szóval a részenergiák csak játszásra valók. Jézus járt a vízen, vizet borrá változtatta, emberekkel teli csónakot teleportált, Bibliában van. Nézd utána.
ott olvastam, az valamelyik evangéliumban, én már nem tudom melyikben, talán a János evangéliumában. János evangélium az tényleg, én is azt tudom ajánlani, mert hát jó, most nem mennék bele, állítólag az Jézus evangéliuma, Jézus írta. Én nem ezért ajánlom, hanem azért, mert nekem a legjobban tetszett, vagy nem tudom, hogy mondja, legközelebb áll hozzám, vagy hogy fogalmazzak. Szóval, hát sok mindenre volt képes állítólag, ugye, azt hiszem az is a Bibliában van, hogy a testét is meg tudta változtatni, tehát egy esetben gyermektestet csinált magának, a gyermek testé változtatta a testét, stb. Stb. És hát ugye ebből is látható, meg a szavaiból is, hogy a keresztre feszítés az egy vállalt dolog volt. Tehát azt nem elfogták, aztán kényszerítették és keresztre feszítették a testét, hanem ezt ő vállalta ebbe, ezt ugye előtte való este, hát nem volt hozzá kedve, hogy finoman fogalmazzak, ami érthető, ugye ezt már inkarnálódása előtt vállalta, ezt az emberi szenvedést, szörnyű szenvedést, amit átélt. Szerintem azért csinálta ezt az egészet, hogy megmutassa, hogy még ezt is meg lehet bocsátani. Ráadásul nem is utána, hanem közben. Ugyanis a tanításának egy lényeges pontja volt, vagy lényeges eleme, vagy hogy mondjam, a megbocsátás. És amíg valaki a megbocsátásról beszél, vagy bármiről beszél, azok csak szavak. Az az igazi, amikor megmutatja, hogy hogy néz ki ez a gyakorlatban, és az az igazi tanítás. Nekem az a tapasztalatom, hogy az ezerszer erősebben hat az emberekre. Hogyha valamit látnak, vagy valaki csinál valamit, mint az, hogyha beszél róla. Tehát ezerszer többet adsz az embereknek, és ezerszer többet ér az a tanításod, hogyha meg se szólhatsz, csak mondjuk kimész a természetbe, a folyópartra, leülsz ott és meditálsz. Ezerszer több emberre lesz, és ezerszer nagyobb hatással, mint az, hogyha arról beszélsz egy videóban például, hogy emberek, meditáljatok, mert az nagyon jó, hát meditáljatok, senki nem fog meditálni. Vagy mondjuk ezerből egy. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezért csinálta Jézus nevű inkarnáció. Hát így kell mondanom, könyörgöm, hagyd legyek már őszinte. Ezért csinálta ezt a keresztre feszítés dolgot, hogy megmutassa az embereknek, hogy még ennyire durva szenvedést is meg lehet bocsátani, és eretnek gondolat, de szerintem úgy hangzott. Én azt tudnám elfogadni igaznak, hogy úgy hangzott eredetileg ez a mondat, hogy nem úgy, hogy bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek, hanem úgyhogy megbocsátok nektek, mert nem tudjátok, hogy mit tesztek, mit cselekszetek. De hát végső soron ugyanarról van szó, mert hát ugye az is a Bibliában van, egyik evangéliumban, hogy az Atya és én egy vagyunk. Jó. Van, akinek ez többet mond, van, akinek kevesebbet, van, akinek semmit. Mindegy, haladjunk. Részenergiák csak játszásra valók. Jó, ezt is valamennyire elmondtam. Ez is van, akinek
érthetetlen, van akinek meg. Van, aki pedig érti. Jó, úgy érzem, hogy vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, az utolsó két témát azt most hagyni fogom, nem fogok róla beszélni, úgyis hosszú lett ez a videó, mint minden videóm szinte. Szóval ennyi. Legyetek jók, ha tudtok. Játék az egész. Jó van. Aztán, hogyha akartok, akkor felébredhettek. Jó van. Sziasztok, szeretlek titeket.